A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra, Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és ebben a sorozatban ezúttal a képviselőtestület tagjaival beszélgetünk, hiszen az év elején elfogadásra került a város költségvetése, ez is adja az apropóját a beszélgetésünknek. Stúdiónk vendége Márton Roland, az ellenzéki képviselőtestület, az ellenzéki frakció tagja. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, szerkesztő asszony, szép napot kívánok a televízión. Ezeknek. Ugye egy fontos pont volt az, hogy a város képviselőtestülete elfogadta a 2023-as költségvetést. Nagyjából, hogyha jól emlékszem az ott zajló vitára, elfogadhatónak tartotta a képviselőtestület ellenzéki frakciója is ezt a költségvetést. Nyilván a hangsúlyokat ezúttal is máshova helyezték volna, de azért pontosan mik lettek volna az önök által fontosnak tartott hangsúlyok? Így van, most nem volt olyan éles a vita a közgyűlésen a költségvetés ügyében, hiszen korábban például az ellenzék is alappal fogalmazott meg egyébként nagyon nagy költségigényű javaslatokat. Ilyen volt, jól emlékszik szerkesztő az, hogy például a diagnosztikai központra milliárdos nagyságrendben költöttünk volna. Mi, ez egy olyan egészségügyi önkormányzati intézmény, ahol a fehérváriak egy héten belül kaptak volna ingyenesen lehetőséget CT, MR, ultrahangos és egyéb vizsgálatokra. Ezt a Fidesz-KDNP soha nem támogatta Székesfehérváron sajnos, akkor sem, amikor erre még lett volna forrás és pénz. De ugyanígy jó javaslataink voltak a fehérvári iskolákban folyó oktatói pedagógiai munka, a kisegítő finanszírozására, ahol elsősorban a nyelvtanulást egy alapítványon, egy alapon keresztül az önkormányzat tudta volna finanszírozni. Így a szülőknek nem kellett volna, nem kéne délutáni órákra vinni a gyereket, és külön finanszírozni, ezt a képzést az iskolában, iskolarendszeren belül meg tudnák kapni a fehérváriak. Ezen kívül pedig a közlekedés területén voltak még aránylag nagy költségigényű javaslataink. Ezek milliárdos átcsoportosításokat jelentettek az elmúlt 5-6 évben ezek az ellenzéki javaslatok, amit a Fidesz-KDNP soha nem szavazott meg. Ezeknek a nagyívű ellenzéki alternatíváknak a lehetőségei most racionálisan elfogytak, ezért nem volt nagy vita a költségvetésnél. Nem támogattuk, mert még a rendelkezésre álló jelentős mostani forrásokat is másképp osztanánk el, de olyan szinten leszűkült az önkormányzat mozgástere, elsősorban a kormány önkormányzatokat sújtó, pénzelvonó politikája miatt, hiszen a szolidaritási adó címén, az egyéb működési bevételeink megcsapolása címén, hát gyakorlatilag a fejlesztési forrásaink nagy részét azt elvonja a kormány. Tehát igazából az a stratégiai cél, amit ez a költségvetés megfogalmazott, hogy a működés fenntartása biztosítva legyen, ezen túl nagy mozgástér már nem maradt ebbe a költségvetésbe. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a fehérvári polgárok életét a hétköznapokban a legjobban érintő közlekedési problémák orvoslására jóval nagyobb mértékben kéne fordítani. Azért voltak olyan feladatok, vagy fejlesztések, akár iskola felújításokra, hogyha gondolunk, vagy energetikai korszerűsítésekre, amik azért belefértek ebben a büdzsében. Ezzel gondolom az ellenzék is egyetért. Abszolút. Nyilvánvalóan nincs fejlesztési forrás nélkül ez a költségvetés, csak azt mondom, hogy olyan nagy, sokféleképpen elkölthető forrás nem maradt, ezekről a fejlesztésekről pedig már évek óta döntött, ezek jó részt áthúzódó döntések. Nagy mértékben egyébként még az előző Európai Uniós támogatási ciklus, tehát a 14-től 2021-ig tartó ciklusnak az áthúzódó forrásai költődnek el, kiegészítve hazai és önkormányzati forrásokkal ezekre az intézményfelújításokra.
De a következő évekre vonatkozó nagyívű fejlesztési elképzelések azok bizonytalanok, és ez a költségvetésen lecsapódott, hiszen a kormány vitában áll, nevezzük így, Brüsszellel, az európai szövetségi rendszerünket folyamatosan támadja, és olyan alkotmányos, alkalatos törvényeket fogadott el a Fidesz többség az országgyűlésben, amelyek összeegyeztethetetlenek az Európai Unió alapszerződéseivel, a választási törvény esetében, a médiapiac esetében, illetőleg a különböző Európai Uniós források elköltése tekintetében az igazságügyi kontroll az elégtelen az Európai Unió szerint, és az Európai Unió sztenderdeknek nem felel meg. Emiatt nem kapjuk meg az Európai Uniós forrásokat egyelőre, és ezeknek a sorsa bizonytalan. Úgyhogy ez rendkívül nehézé teszi az egyébként sok esetben abszolút konszenzus, tehát az ellenzék és a közgyűlési többség által közösen megalkotott fejlesztési stratégiáink finanszírozása az nehézségekbe ütközik. Úgyhogy azért azt elmondhatjuk, hogy lokális szinten mondjuk Székesfehérvár minden formában eleget tesz a kötelezettségeinek. Voltak különböző vizsgálatok is, ugye, az uniós fejlesztések kapcsán, ahol gyakorlatilag jól teljesített a város, minden feltételnek megfelelt. Tehát ezek ilyen kétoldalú dolgok, hiszen hogyha a kötelezettségeknek a város eleget tesz, akkor jó lenne, hogyha ezeket a forrásokat, amik jogosan járnak, világos, azok... Nem a Székesfehérvár önkormányzat fogadta el a médiatörvényt, nem a Székesfehérvár önkormányzat szavaz vagy döntött azokról az alkotmánymódosításokról, amelyek összeegyeztethetetlenek az Európai Szövetségi Rendszer alapokmányaival, és ebből van az a jogállamisági eljárásnak nevezett vita, amelynek a keretében hát végsősorban az Európai Unió felfüggesztette az Európai Uniós források folyosítását. Az önkormányzat és így a székesfehérvári emberek, a kormányzat ilyen, hát az Európai Unióval szembeforduló és az európai értékeket megkérdőjelező politikájának a kárvalottja, hiszen a kormány döntései miatt esünk el ezektől a forrásoktól, nem az önkormányzat hibájából. Nyilván a kormányzatnak is van erre egy kommunikációja. Ahol, a kommunikálni, azt igen, azt nagyon tudna. Ahol nyilván teljesen más... Kormányozni is kéne tudni, és akkor mindannyian jobban örülnénk. Kerülnek kidomborításra. Térjünk egy kicsit vissza az önkormányzati működéshez, az ellenzéki frakció működéséhez, ahol nagy átalakulások voltak az elmúlt időszakban, hogyha fogalmazhatok így. Hát egyrészt ugye két új frakciótársunk is van, hiszen két új képviselő csatlakozott a frakciónkhoz, Földi Judit, országgyűlési képviselő, Barlabás András pedig hát felhagyott a politizálással. Azon túl pedig, ugye korábban én voltam a frakcióvezető, ha jól megszám, másfél-két éven keresztül, de hát még 2019-ben úgy állapodtunk meg, hogy ezt időarányosan elosztjuk az ezzel járó feladatokat, és most Fazekas Attila az ellenzéki frakció vezetője, jól is végzi a munkáját. Ezek a változások technikai jellegűek alapvetően, tehát a lokálpatrióta, a székesfehérvári emberek hétköznapi életére koncentráló ügyek képviselet az nem változott a frakció életében. És akkor mondhatjuk azt, hogy jó az együttműködés a frakciótagok között. Csökkenőmentes, igen, szeretjük egymást. Hogyha az ön személyes pályafutását, illetve feladatait tekintjük, akkor milyen fontos feladatokat hajt végre ebben az időszakban a közgyűlés tagjaként? A legfontosabbnak én azt ítélem meg, és beszéltünk már a fejlesztési forrásokhoz szükséges pénzről. Tehát ha van pénz, akkor tudjuk fejleszteni a várost, ha nincs, akkor csak tervek tudnak megszületni. És a fejvárják pontosan tudják, hogy rengeteg fejleszteni való van a városban. És pontosan az Európai Uniós források felfüggesztése miatt ugye nagyon felértékelődik egyrészt, hogy az önkormányzat saját bevételeiből valamennyit ki tudjunk szorítani fejlesztésekre. Próbáljunk meg a hazai költségvetési, országos költségvetési forrásokból maximalizálni a Székesfehérvárnak elérhető forrásokat.
És van egy olyan lehetőség, amely független az Európai Unió és a kormány jogállamisági vitájától, ezek a közvetlen Európai Uniós források, amely a mostani fejlesztési ciklusban, tehát a 2021-27-ig tartó Európai Uniós nagy támogatási ciklusban a korábbi időszakhoz képest egy rendkívül megemelt büdzsével több száz milliárd euró az, amit így költ el Brüsszel, hogy nem a kormányokon keresztül osztja el ezt a pénzt, hanem az önkormányzatok, a különböző gazdasági társaságoknak van módjában közvetlenül Brüsszelbe pályázni, és hát egy meglehetősen bonyolult pályázati rendszer esetében egyébként lehetőség van nagyságrendileg egy 1 és 10 millió euró közötti források megszerzésére. Ez egy meglehetősen bonyolult rendszer, hiszen csak konzorcium tagjaként vehet részt ilyen pályázatban az önkormányzat, tehát valamilyen külföldi partner kell hozzá, egy önkormányzat vagy civil szervezet, és az önkormányzat működési területén levő gazdasági társasággal kell közös konzorciumot alkotni, valamilyen olyan projektet összerakni, amit az Európai Unió támogathatónak lát. És egyébként tanácsnokként nekem feladatom a közgyűlésen belül külön foglalkozni ezeknek a közvetlen uniós forrásoknak az elérhetőségével. Meg kell mondjam, egyébként nagyon korrekt az együttműködés a városvezetéssel e tekintetben. A mostani beszélgetésünk után éppen a Városházára megyek, ebben egy értekezletet fogunk tartani. És keressük, kutatjuk azokat a pályázati tanácsadókat, akik ennek tudnak nekünk segíteni, hogy azt a tudást, azt a know-how-t a saját erőből is fel tudjuk mutatni, és sikeresen tudjunk pályázni. Akkor ilyen együttműködéseket kutat, hogyha jól értelmezem? Abszolút, most ott tartunk ebben, hogy ugye a 21-27 közötti fejlesztési ciklusra a városnak megvan az úgynevezett FS, ez a fenntartható FVS, fenntartható városfejlesztési stratégiája, ami az úgynevezett operatív programokra reagál, és azt képezi le, hiszen az Unió a kormányzaton keresztül folyósított támogatásokat úgynevezett operatív programokon keresztül adja. Ezek az operatív programok elkészültek, ezt megtanulta az önkormányzat, a város, én is, és vannak erre vonatkozó fejlesztési elképzeléseink, amelyek ezekhez passzolnak, mint egy kirakós, és akkor ha ezek jól működik, akkor kapunk pénzt, hogyha egyszer megszületik a megállapodás. Ezeknek a területi lehatárolása is megvan Székesfehérváron belül, hogy hova, mely területekre, mely városrészekben szeretnénk fejlesztéseket megvalósítani uniós forrásból, és mik lennének ezek. De vannak még lefedetlen forrásokkal, lefedetlen területek. Egyet hadd emeljek ki, így kézzelfoghatóbb is lesz a székesfehérváriaknak a Királysor és a Géza utca által határolt terület, a volt fűtőerőmű Kft. Területe. Ott van egy 10,5 hektáros, hát csúnya szóval roncsvárosnak hívott rész, ami hát már egy funkció nélkül maradt terület, és itt az önkormányzatnak nagyon szabad fejlesztési elképzelései lehetnek. Elsősorban itt olyan a város gazdasági erőcentrummá válásának, vagy ennek a szerepének az erősítését jelentő beruházásokat gondolhatunk el, mint például a városi humántőkét erősítő startup beruházásoknak az inkubátor központja lehet ez, ahol gyakorlatilag a remek ötletekkel, de a megvalósításhoz szükséges forrásokkal nem rendelkező fehérvári kezdő vállalkozások kaphatnak egy olyan támogató környezetet, infrastruktúrálisan irodát, akár adminisztratív segítséget ahhoz, hogy elinduljanak ezen a pályán, és ez a városnak is jó, meg természetesen leginkább az itt élő embereknek. Az egyik legnagyobb problémánk, hogy ha már a város humán tőkéje az még mindig Magyarországon belül, vagy akár Közép-Európán belül is versenyképes, de elfogynak azok, szűkülnek azok a munkahelyek, ahol az egyébként versenyképes munkaerő piacképes jövedelmet is tud találni, mert ha Budapestre elmegy dolgozni, vagy ha Nyugat-Európába elmegy dolgozni, akkor jóval magasabb bért kap ugyanazért a munkáért. És ebben például a bérlakás, egy bérlakás programmal tudunk segíteni. Tehát, hogyha Fehérváron egy jó minőségű lakhatást
egy átmeneti időre, egy 7-10 éves időszakra egy fehérvári pályakezdő fiatal megkap. Akkor elgondolkodik azon, hogy egy, tudom, egy 20%-kal alacsonyabb bér is megéri Székesfehérváron munkát vállalnia, növelve ezzel a város versenyképességét, növelve ezzel a város lakosság megtartó képességét is, és az egyéni boldogulását is megtalálva, hiszen ha bár alacsonyabb bérért, de hogyha a lakhatásában támogatva van, akkor végén mégis több marad neki a hóvégén a borítékba, hogyha lakhatásra mondjuk Budapesten vagy Nyugat-Európában nem kell a fizetése felét elköltenie. Ezek mindenképpen izgalmas feladatok, sajnos műsoridőnk véges, de én talán azt ígérhetem a nézőknek, hogy ezekkel az uniós kérdésekkel még fogunk itt foglalkozni. Azt gondolom, hogy a fehérvári közpolitikában ma ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy a fejlesztéseinket milyen forrásokból tudjuk megvalósítani, és ebbe az uniós források azok kiemelt szereplők. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Természetesen ezzel a sorozattal jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. A beszélgetést pedig visszanézhetik a televízió YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.